n'est pas nécessaire d'avoir des dreads ou une crête sur la tête pour être un rebelle. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène, que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Üdvözlöm Önöket, ez a Kortárs, a Magyar Televízió vizuális kultúrával foglalkozó művészeti magazinja. Szenvedély, feszültség, ősrobbanás. Leginkább ezek jutottak eszembe arról a magyar festőművésznőről, akinek képei a londoni Tate Modern-től a New York-i Guggenheim Múzeumon át a legkülönbözőbb nagy nemzetközi gyűjteményekben is szerepelnek. Most épp a párizsi Pompidou Centerben kapott külön termet. A kortársban Reigl Judit következik. Ez egy nagyon fontos festmény, amit akkor vásárolt a múzeum, amikor André Breton magángyűjteménye nyilvános árverésre került. André Breton magától Reigl Judittól kapta a képet, és élete végéig a lakásában őrizte. Az életem nagyon kiválik a normális életekből, ezt tudni kellene. Ahol, ahelyett, hogy férhez mentem, ott csináltam két-három szép gyereket, egy rendes udom, aki eltart, nem érdekelt soha. Nem érdekelt. Mit csinálni? Ez már nem normális, ugye? Amikor megláttam a képeit, levert a lábamról. Tehát a regény amúgy is egy monumentális festő, tehát nála egy normál méretű kép az 2x2 méteres, de az ilyen 6 méteres kép az se ritka nála. Képzeljék el, amint egy törékeny fiatal nő fémspatulával a kezében erőteljes, hirtelen mozdulatokkal viszi fel a festéket a vászonra. Feketét, fehéret és a rá oly jellemző sárgát. Düh, szenvedély, szabadságvágy, ösztönösség. Vajon hogyan és miért születik egy ilyen mű, és mitől válunk a rabjává? Ha például valaki mindenféle háttérismeret nélkül megnézi ezt a képet, azt gondolhatná, biztos valamelyik amerikai expresszionista sztár munkája. Ilyen elementáris erőt, automatizmust Yves Klein, Willem de Kooning vagy Rothko festményein lehet látni. Ő Reigl Judit. Párizsban él, pontosabban Párizs mellett egy kis faluban. Jövőre 90, és mondhatjuk, hogy ő a legelismertebb élő magyar festő a világon. Kimondhatjuk, ő beírta magát a művészet történetbe. Amikor ez a festmény született, Reigl csak néhány éve volt Párizsban. A II. Világháború után az első emigrációs hullámban menekült el Magyarországról. Átmentem a vasfüggönyön. Engedély minden nélkül, minden papír, semmit se vittem magam, semmit. Úgyhogy úgy jöttem át, hogy lesz amire. Óriási szerencsém volt, mert egy ottani határőr segített. Azért, hogyha felszabadulás lesz, amit remél, akkor tanúskodjak mellette, hogy kivitt. Érti? Erre az első volt, akit itt ledorongoltak, vagy szóval meghalt, meg nem tudtam segíteni, mert nem volt rá szükség. Érti? Nos. A szituáció az, hogy nem volt könnyű négy kézláb átmászni ezen a vasfüggönyön, fölmenni, át egy létrán. Paraszt összejátszott vele, azt is meggyilkoltak. Ilyen szerencsés. Itt vagyok. 40 évig ismeretlenül dolgoztam, kegyetlen, néha elkeseredettem, és reménytelenül, de annyira minden, most nagyon áldom a sorsomat. Ez engedte meg, hogy egy ilyen körei úgynevezett siker ne nevezessen tévútra, vagy nevezess egy eladás, ilyen galériák. Szerencsém volt. De most látom, akkor néha nagyon nehéz. Nem lett volna egy-két barátom, főleg egy, aki nagyon segített, akkor nem is tudtam volna meglenni. Mit jelent ez a szabadság? Mert hogy a festményein azért
szabadság. Elementáris erővel tör elő ez, a, ez az életigenlés. Szabadság, hogy azt csinálok mindig, amit akarok. Mindig. És mivel festészet volt az életprogramom, mindig tudtam, van óriási segítség, csoda, nem tudom mi, emberek, barátok. Csoda, véletlen, nem tudom. Mindig volt rá módom, hogy ez meglegyen. Pedig soha nem volt, 40 évig nem volt egy fillérem se, vagyis alig pár fillér talán véletlenítem. Nem számít, látja. Soha nem törekedtem, hogy előbb menjen pénz, előbb menjen siker. Tudod beilleszkedni a francia művészeti életbe? Sehogy. Sehogy? De volt galériása is, nem? 25 évig. Vagy ez... Azt próbál. Én nem a francia festészet, vagyis, hogy precízebb legyek, mert a francia festészet nagyon jó is tud lenni, nagyon jó. De van egy École de Paris, ami ellen én inkább küzdködtem, vagyis természettől fogva semmi sem felelt meg az École de Paris-nak, amit én csináltam. Tehát úgy álltunk egymásra, mint adverszer, nem ellenség, adverszer. Érti a szót? Szóval ezért mondom a sehogy, mert milyen francia művészetre gondol? Ki? A Matisse nagyon szeretem, de nem, nem viszem. Hogy? Soulages. Soulages. A Soulages nagyon jó festő, de nem. Nagyon jó festő, becsülöm, tisztelem. De nem. Soulages az egyik legjobban keresett francia festő ma a művészeti piacon. Az ár viszont a tehetségen túl sokszor egy jó galériáson múlik. Maklári Kálmán sok éve dolgozik már Reigl Judittal, azok közé a galériások közé tartozik, akik inkább a külföldi piacon mozognak otthonosan. Az utóbbi években a legnagyobb presztízsű nemzetközi vásárokra jutott be művészeivel, mint a maastrichti Tefaf, vagy egyetlen kelet-európaiként a párizsi Biennale des Antiquaires, ahol mi is találkoztunk. Nekem nagyon jó barátom és nagy szerelmem a Reiglit. Tehát én... Egy évtized, amikor először találkoztam vele, ő tényleg az ismeretlenségben volt burkolózva. Franciaországban se nagyon ismerték a munkáit, tehát nagyon visszavonultan élt, és akkor nem volt pont olyan galériája, ami jó ideje, aki aktívan foglalkozott volna vele. Na most mióta mi Reigl-t dolgozunk, azóta bekerültek a képei a Tate Modernbe, a Metropolitan gyűjteményébe, most a Guggenheimben van kiállítva, Museum of Fine Arts Houston, Albert Einstein Gallery Buffalo, Centre Pompidou-ban most külön terme van. Tehát találtunk egy olyan művészt, aki olyan óriási kvalitása van, aki mellett nagyon sok mindenki elment. És mi ugye ezt elkezdtük piszkálni, kiállítottuk. Tehát sokat nem kellett magyarázni. Éppen ma voltak itt a Williams College-ból a standunkon, ahol terveznek egy kiállít, három kiállítást terveznek az Egyesült Államokban. És ez az amerikai kurátor, aki abstract expressionizmus tanít az egyik legjelentősebb művészettörténész képző egyetemen. Tehát oda-vissza van a Reigl-t, mert Európában ilyen művészt nem nagyon találnak, aki a New York iskolához ennyire rokonítható, sőt még sokkal erősebb, mint néhány tagja ennek az iskolának. Senki nem tud meggyőzőbben és nagyobb rajongással beszélni Reigl Judit munkáiról, mint a párizsi Pompidou Kortárs Művészeti Központ főkurátora Jean-Paul Amelin. Reigl Judit olyan művészek mellett kapott most külön termet a Centre Pompidou-ban, mint Giacometti, Picasso vagy Braque.
A múzeum egy átlagos napon hemzseg a látogatóktól, kivéve kedden, akkor szünnap van. Minket is ezen a napon fogadott a kurátor, akinek rögtönzött kis előadása egészen lenyűgöző élmény volt, és tulajdonképpen elgondolkodtató is, hogy milyen kár, hogy ezt az élményt csak egy ilyen kivételes esetben vihetjük haza. 7 kép van itt a Pompidou Centrum kortárs gyűjteményében Reigl Judittól. Hogyan választotta ki őket? Még több is van, mert Judit rendszeresen szokott nekünk adományozni képeket. Ráadásul Judit egyik francia gyűjtője is adott nekünk több képet. Így összesen mintegy 20 mű van nálunk, illetve 20 festmény és rajzok. Egy szép szelekció. Több korszakából. Szinte mindegyik korszakából, a szürrealista korszakából 1950 és 54 között egészen a mai napig. Akkor kezdjük a szürrealista korszakkal. Mit kell tudnunk erről? Oui, alors c'est une peinture importante qui appartient au Centre Pompidou depuis. Ez egy nagyon fontos festmény, amit akkor vásárolt a múzeum, amikor André Breton magángyűjteménye nyilvános árverésre került. André Breton magától Reigl Judittól kapta a képet, és élete végéig a lakásában őrizte. Természetesen Reigl Judit is nagyon szerette ezt a képet, és Breton sohasem adta el. Ez a festmény nagyon jellemző Reigl Judit indulására. A stílusát szürrealistának nevezhetjük, és nem sokkal azután készült, hogy Párizsba érkezett, miután titokban elmenekült Magyarországról, ahogyan azt ön is tudja. Megérkezett Párizsba, és barátságba került Hantai Simonnal, aki személyesen ismerte a szürrealistákat. Így találkozott André Bretonnal, akinek 1954-ben ajándékozta ezt a képet, ami egyébként 1950-ben készült. Szó szerint szörnyű alakokat látunk a képeken, lovakra hasonlító hibrid lényeket, nem tudjuk, hogy ezek szörnyek, vagy egy rémálom szereplői, rendkívül furcsák. Egyikük egy rejtélyes tárgyat tart a kezében, és mindannyian egy teljesen elhagyatott, holtszerű éjszakai tájon futnak. A cím? Kielégíthetetlenül szomjaznak a végtelenre. Ami nagyon szokta érdekelni a látogatókat, egy Lautréamont versből származik, ami annyira megtetszett Juditnak, hogy a kép címéül választotta. De maga a kép még korábban elkészült, és az Apokalipszis négy lovasának bibliai története inspirálta. D'une autre scène célèbre de l'histoire, de la Bible d'ailleurs, puisque ce sont les quatre cavaliers de l'Apocalypse. On voit bien ici à la fois la dimension, je dirais, onirique. Jól látható a képen a Juditra jellemző álomszerű látásmód. Ő mindig olyan lelki állapotban dolgozik, ahol a képzelet teljesen szabad, de mégis van egyfajta távolságtartás ezekkel az álmokkal, vagy rémálmokkal szemben. Teljesen átformálja őket, egy furcsa, nyugtalanító világot teremt. A szürrealizmusból az absztrakt felé. Reigl Juditról már fiatal korában elismerően nyilatkozott a szürrealizmus pápájaként emlegetett André Breton. Az író esztéta elítélte az absztraktot. Reigl Judit képei mégis arra késztették, hogy felülvizsgálja saját doktrináit. A művész növégül szakított Breton köreivel, de magával Bretonnal nem. Egy korábbi nyilatkozatában azt mondta, hogy magával a szürrealizmussal lépett túl a szürrealizmuson. Én ezt a lélektani pillanatot próbáltam megragadni. Miért váltott Judit stílust? Vajon mi történt? Elle a changé parce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que... Úgy gondolta, hogy a szürrealisták legnagyobb felfedezése az automatizmus, vagyis az az irányzat, amely számára a műalkotás létrehozója nem egy racionálisan átgondolt szándék kell legyen, hanem a szabadjára engedett inspiráció, amit nem szabad feltartóztatni, vagy arra törekedni, hogy megfeleljen szokásoknak, a jó ízlésnek, vagy más elvárásoknak. Igen, itt van egy másik kép az 50-es évekből. C'est un bon exemple parce que là c'est une peinture qui s'appelle Centre de dominance.
Igen, ez egy jó példa. A kép címe a Dominancia Központ. Ezen a festményen mindent a gesztusok uralnak, teljesen eltűnik a kép, csak a festés mozdulatai maradnak, a kézmozgása. Szinte elképzeljük, ahogy Judit keze bejárja a vásznat, ahogy a festéket szétkeni. Egyébként egy fém tárgyal tette ezt, és a mű ennek az erőszakos gesztusnak az eredménye. Judit exprime sur la toile. Ő is elmondja majd önöknek, ha megkérdezik. Persze, ez az én testem, de egyúttal a kozmosz is. A kozmosz is így működik. Az űrről készült fotókon látjuk, ahogy a bolygók, a csillagok egymás körül forognak, és a test is a szabadon megnyilvánuló gesztusain keresztül a kozmoszhoz, a kozmosz törvényeihez közelít. Reigl Judittal felsétáltunk a Grand Palais emeletére is, ahol a Maklári Galéria állította ki képeit. A művésznő ragaszkodott a lépcsőkhöz, pedig pár lépésre volt a lift. Mosolyogva néhány megállással büszkén konstatálta. Még megy egyedül. Itt van kiállítva a Dominancia Központ testvére. A színek kicsit mások, de a festmény ugyanolyan erővel hat. Az anyag az a semmiből születik. És ez ennek megfele, hogy középpont semmi is, utána egyre vastagabb, erősödik a sűrűség. Ott is van egy ilyen. És ez is valami ilyesmi? A vallás. Ez ősrobbanás? Nem, ez nem robbanás. Nem robbanás. Ha robbanások nem, előtte nem vannak, azok igazán robbanás, de itt nincs. Akkor ez nézi egy... a könyve. Ez a Centre de Dominance, franciául. Hát érti, nem? Dominancia központ. Központja. De a központja az a víd, az a űr. Érdekesek a színek, amiket használ. Hola. Nagyon jellemzőek. Miért? Hát, szeretem a mély vöröseket. Miért pont ezeket a színeket? Igen, narancs, vörös, igen, vagy kék, pedig fekete. És fekete. Miért pont ezeket a színeket szereti? Na, mert én vagyok én, ön, XY. Hát, de hogy ez ezer közül is felismerhető. Ez nekem a belső szükségletem. Hát hogy de jelentenek valamit a színek? Nem, azt jelenti, hogy ez én vagyok. Azt jelenti, hogy én nekem ez, hogy valakinek a hangja magas, alacsony, valakinek a termete magas, alacsony, valakinek kövér vagy soha. Én ez vagyok, én ezek a színek. Judit hagyja, hogy az érzelmei vezessék. Így készült az egyik leghatásosabb sorozata is, a 60-as évek második felében az Om, vagyis férfi. A képeken férfi testek láthatók, amelyek néhány évtizeddel később, a 90-es években visszatértek, mint lebegő alakok. A olajképek között az utolsó téma, ez egy visszatérő motívum volt nála, ami már a 60-es években jelentkezett, egy lebegő férfi forma, zuhanó, felemelkedő, ezt nem lehet tudni. És amikor 2001. szeptember 17-én volt ez a terrortámadás, akkor realizáltam, amikor a tévén látta a zuhanó testeket, hogy ő igazából ezeket festi. Tehát akkor is hasonlókat festett, és tehát ezt a címet is adta ennek a szériának, az a New York 2001. A figuratív festészet miatt a francia absztrakt festők és galériások köre kitagadta. Reigl Judit azonban, ahogy ezt magam is tapasztaltam, egy megalkuvást nem ismerő, örökké a szabadságot kereső ember. A művészetét csak ő maga befolyásolhatja. Erre példa a Guano sorozat is. Celle-ci, c'est une peinture qui s'appelle Guano. Vous savez que le guano, c'est les excréments des oiseaux. Ennek a címe Guano. Tudja, a guano a madarak széklete.
A kép születése nagyon érdekes, mert Judit ezt egy elrontott képnek tartotta eleinte. Az 50-es évekbeli gesztus festményei közül volt olyan, amit sikerültnek tartott, ezeket megőrizte, a rontottakat pedig gyakran a földre tette és azokon járt. Gyakran éveken át járt a műtermében ezeken a képeken, és a munka közben lecsöpögő festék lassan, rétegesen felgyülemlett rajtuk. Aztán 10 év elteltével újra megvizsgálta őket, és úgy döntött, hogy mégis érdekesek, és érdemes dolgozni rajtuk. Egész életében lenyűgözték a sírok, a romok, a sziklák, tehát a világ megkövült arca, és időnként úgy érezte, hogy ezek a felgyülemlett képi elemek egyfajta sírkőre emlékeztetnek, ezért úgy döntött, hogy megtartja őket. És így született a Guano sorozat. Mit gondol, hol lesz Reigl Judit helye 10 vagy akár 20 év múlva? Erre senki sem tud válaszolni, hiszen az utókor nem mindig megbízható, vagyis a művészek felfutnak vagy elfelejtődnek, mások hosszú évek mellőzése után kerülnek ismét a felszínre. Sok példa volt erre, mint Marcel Duchamp, akit hosszú ideig nem tartottak fontos művésznek, ma pedig nincs egyetlen 20 éves képzőművészeti főiskolás sem, aki ne gondolná, hogy Duchamp fontos. Duchamp était considéré comme moins important que ses frères. Oui, Judith, toujours. Olyan érdekes, hogy amikor Juditnak felteszek egy kérdést, akkor általában először visszakérdez. Kíváncsi rá, hogy én mit gondolok. Azt szeretné, ha szabadok maradnánk a művel szemben. Néha úgy érzi, hogy túl direkten, túl gyorsan értelmezünk egy-egy művet. Azt szokta mondani, én kifejezek valamit, aztán majd kiderül, hogy mi születik belőle. De mindig az önkifejezés a legfontosabb, az elsődleges, és csak azután az eredmény. Judit festményei hatalmasak, némelyik túllépi az emberi test magasságát, mintha az ég felé törne. Érdekes, hogy ilyen hatalmas méretű festmények esetében az ember azon gondolkozik el, hogy ez azért egy nagyon komoly fizikai kihívást is jelent. Tehát egy szellemi nekem megfelel. Nekem az egész életem az, hogy testileg is benne vagyok. Látja, kitárom. A Bröton azt mondta, hogy miért csinálja nagy képet? Mondom, mert ezt szeretem, amit így át tudnék ölelni. Someone to care, someone to mind. Milyen munkán dolgozik most? Semmilyen. Hogy? Most egy-két hónap óta nem. Miért? Ez különleges eset, hogy most nem dolgozik, vagy szoktak ilyen? Volt rá okom is, és fáradt is voltam. Most már szeretnék újra kezdeni. Ilyen nagy rajzokat csináltam, érdekesek, mert mind absztraktból átment ilyen madarakra, hogy miért nem tudom. Tus, és mi történik akkor, amikor ezek a művek születnek? Egyik jön a másik után, mind ilyen madarak lettek, hogy miért nem tudom. Mert addig teljesen 15 évig absztrakt. Most egyre madarabbak a madarak. Úgyhogy nézze, az ember, de ez nagyon fontos nekem. Ugyanakkor az anyja, apja és a gyereke, meg a lánya, meg a fia, amit csinál. Érti, mit mondok? Azt, hogy néha én vezetem, néha engem vezet, amit csinál. És mik a tervek? Kisütött a nap is. Majd ők megmondják, hogy ki, azt nem tudom. Nincs tervem.
Szeretnék mindig dolgozni, még az kétségtelen. Volt a kortárs. Jövő héten a debreceni Modem legújabb kiállítás megnyitóján találkozunk. Viszontlátásra!